Köszöntöm a Kölcsé Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai győzelem után Kaposváron kikapott a Marsó NKK. 1-0-ra nyert Mezőkövesden a Kisvárda Mastergood. Új szervezeti felállásban működik a Nyíregyháza Spartacus. Miskolci sikerrel kezdték a szezont az NKS kosarasai. 4 forduló után is hibátlanok a nyíregyházi férfi kézisek. 3 meccsből 3-at nyert eddig a Kölcsé díjese. A MAC legyőzése után 11 pontos vereséget szenvedett Kaposváron a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 87-76-ra verték Sitkó Ernő együttesét. Szomorú és mérges vagyok, mert úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk volt, és csak önmagunkat okolhatjuk azért, hogy nem nyertük meg ezt a találkozót. Egy ilyen mérkőzést meg kell tudni nyerni. Nem lehet fegyelmezetlenül játszani, nem lehet félhittel, bátorság nélkül kosárlabdázni. Ide bátor és merész emberekre van szükség. Ezek közül a tulajdonságok közül mi hiányzott most szerdán? Ezek közül minden. Egyszerűen felháborítónak tartom, hogy nem gondoljuk végig, hogy milyen játékokkal tudunk előnyt csinálni önmagunknak, milyen szituációkat kell kialakítani ahhoz, hogy mi legyünk az erősebbek, és mi legyünk a kedvezőbb helyzetben. Úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen változtatnunk kell. Az pedig, hogy lepattanó harcban egyértelműen kikapunk, az megengedhetetlen. A lepattanónál ugye mindenki azt mondja, hogy egyszerűen csak koncentrálni, meg kizárni kell. Persze ez így van, hozzáteszem, egyértelmű, azért nem olyan könnyű megoldani, de akkor is nekünk sokkal erősebbnek kell lenni a palánk alatt. Nem szabad engedni azt, hogy bárki felénk tudjon kerekedni. A felkészülési meccsek valamilyen szinten csak irányt mutatnak, most már túl vagyunk egy hazai és egy idegenbeli tét meccsen, mennyivel lettél okosabb? Látni kell a többi csapatot is ahhoz, hogy ha arra gondolsz, hogy hol tudunk végezni a bajnokságban, látjuk, hogy eléggé kiegyensúlyozott a mezőny. Az a MAFC, aki nálunk kikapott, nyerni tudott Zalaegerszegen. Az a Zalaegerszeg kapott ki, aki idegenben megverte az Albakompot. Tehát eléggé összezilálja azért az eredmények alakulása a tabellát, bár még csak a második fordulóban vagyunk, de úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott bajnokság elé nézünk. Éppen ezért szükséges az, hogy az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Nekünk idegenben nyernünk kell nem egyet, hanem több mérkőzést. Ha hagyjuk az adandó lehetőségeket kicsúszni a kezeink közül, az nem vezet majd jóra. Azt mondtad, idegenben nyernünk-e hazai pályán, ez gyakorlatilag elvárás. Most szombaton a Pécs érkezik, egy olyan csapat, amelyik az elmúlt szezonokban akár hazai pályán, akár idegenben is tudott meglepetést okozni, nyerni. Hazai pályán esélyesebbek ellen, idegenben pedig a vele azonos szintű csapatok ellen. Ez így van, igen. A Pécs az legutolsó bajnokságban is 8 között volt, de ennek ellenére akkor is hazai pályán nem engedhetünk meg más eredményt, nekünk nyernünk kell. Talán egy kis fejmosás fog most következni, és bízom benne, hogy a fiúk felébrednek, és átgondolják ezt az egészet, és nem ugyanolyan játékot fognak majd látni a BEM József Általános Iskola sportcsarnokába kilátogató közönség. És ha már lehetőségem van rá, akkor szeretném is kihívni az embereket a csarnokba. Úgy gondolom, hogy talán azt érezték az emberek, hogy nem lesz megfelelő a körülmény, és nem fognak beférni. Hát örömmel jelenthetem, hogy az MKOS ellenőrének a visszajelzése szerint sem számított arra, hogy ilyen jó körülmények fogják majd fogadni az ideérkező csapatokat, és még elbírja a nézőket a terem, úgyhogy jöjjenek nyugodtan, töltsük meg, és legyen jó hangulat, és segítsenek minket abban, hogy meg tudjuk nyerni ezt a hazai találkozót. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen Mezőkövesden nyert 1-0-ra Sós Imre együttese. Mindenféleképpen úgy szerettem volna a csapatomat pályára küldeni, hogy el is mondtam korábban a helyi újságnak, illetve a klubnak a honlapjának is, hogy mi a saját játékunkat szeretnénk játszani. Ha azzal az agresszivitással megy fel a csapat a pályára, amivel a legutóbbi Budaörs elleni mérkőzésen otthon játszottunk, akkor én úgy éreztem, hogy nem lehet probléma, különösebben ezen a meccsen. Örülök annak, hogy a játékosok ezt áttérezték, és tényleg kivitték azt a munkát a pályára, ami kellett ehhez a meccshez.
mennyi időnek kellett eltelni ahhoz, hogy érezze, hogy akár pontokkal is távozhatnak majd Kövesdről? Igazából a mérkőzés összképét tekintve úgy az első 10 perc volt körülbelül az, ami azt mondom, hogy egy ilyen kiegyenlített játékot hozott. Utána viszont magabiztosan játszott a csapat, tehát tényleg le a kalappal a srácok előtt, mert olyan futballt mutattak be, ami ebbe a szezonban szerintem először volt látható a csapatomtól. De onnantól kezdve folyamatosan mi irányítottuk a játékot. A gól után is még voltak, meg a gólt megelőzően is több olyan helyzetünk volt a mérkőzés folyamán, amelyből lehetett volna előnyt szerezni, akkor még a kapus több esetben bravúrral védett, de nyilván aztán ez akkor tudatosult, amikor vége lett a meccsnek, hogy ezt a mérkőzést hozta a csapat. Hogyan lehetett érezni a kispadon, vagy a kispad előtt meglepték a mezőkövesdet? Szerintem igen, de az is a mérkőzésnek talán a kulcsa volt, hogy a hazai csapat játssza a focit. Tehát sokkal könnyebb egy olyan csapat ellen futballozni, aki focizni akar, mint egy olyan ellen, aki egy gyalogsági ásóval érkezik a mérkőzésre, és beássa magát a saját kapuja elé. Nyilván mind a két csapat kihúzta a kardot, és úgy ment fel a pályára, hogy egy jó futballt akar bemutatni. Ez mindenféleképpen meglepetés lehetett a hazaiaknak, hiszen ők is abban a cipőben járnak, mint mi, holott, amikor valaki érkezik hozzánk, vagy hozzájuk, mindenki ugye elsősorban a védekezésre helyezi a hangsúlyt. Mi viszont előrefele védekeztünk, feltoltuk a védekezésünket, és szerintem ez meglepte őket, hogy agresszíven letámadtunk, próbáltunk labdát szerezni már az ő térfelükön. A 3 ponton túl milyen hozadéka lehet ennek a mérkőzésnek, amiért az országos sportcsatorna jó voltából azért az egész ország futball közéleménye láthatott? Hát mindenféleképpen pozitív hozadéka lehet, önbizalmat kell, hogy adjon, hiszen az elmúlt 2 fordulóban azért azt tudom most már mondani, hogy valamilyen szinten a csapatnak a jelentős része kialakult, és magabiztos játékot mutattak a játékosaim. Mindenféleképpen ennek pozitívan kell majd lecsengeni, nyilván a földön kell maradnunk, hiszen még azért hátra van 6 forduló az őszi szezonból, de nagyon bízom benne, hogy ez adhat egy olyan lendületet, amellyel oda kerülhet a csapat, ahova én várom. A hétvégén is bajnoki forduló, viszont a jövő hét közepén magyar kupa meccset játszik a csapat az NB1-es Békés Csaba ellen. Gondolom azért hazai környezetben csak azzal a célra lép pályára a csapat, hogy kiejti a Csabát. Nekem az az alap elvárásom, hogy minden mérkőzésre úgy menjen ki a csapatom, hogy meg akarja nyerni. Nyilván voltak itt az előző időszakban olyan meccseink, amikor ez nem igazán jött át sem a nézőknek, sem nekem. Az elmúlt 2 mérkőzésen elindultunk egy úton. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor bármi lehet. De természetesen én minden mérkőzést szeretnék megnyerni. Többször említettük már, hogy elég bő a keret. A kupa meccs után hétvégén ismét bajnoki következik a Dunaújváros ellen. Ez azt jelenti, hogy esetleg olyanok is szót kaphatnak majd a Békés Csaba ellen, akik esetleg bajnokin kevesebbet játszottak. Igen, nagyon erős a keretünk. Én úgy gondolom, hogy 22 azonos képességű játékosom van. Szeretném forgatni a játékosokat, de úgy gondolom, hogy ha megtaláltuk azt a gerincet, aki a bajnoki szezonban vagy a bajnoki mérkőzéseken hozta az elmúlt 2 fordulót, a megfelelő rotáció mellett szeretnénk tovább jutni a kupában is. Nyilván olyan játékosok is fognak szerephez jutni, akik kevesebbet játszottak, de erős csapattal fogunk járni a Békés Csaba ellen is. Új szervezeti felállásban működik a jövőben a Nyíregyháza Spartacus. A klubot 3 fős elnökség, Révész Bálint, Brek János és Ökrös András irányítja, sportigazgatóként pedig Nagy Sándor felel majd a stratégia tervezéséért és végrehajtásáért. Vissza kell jutnunk az NB2-be, majd meg kell célozunk az NB1-et, és ez olyan szakmai vezetési szakmai szempontokat kell érvényesíteni, amelyekhez elodázhatatlan volt a személyi és szervezeti változás. Hogy néz ki a jövőben a KFT és a klub felső vezetése? Az elnök szemében nincs változás, és a kompetenciákban sem. Ami a hierarchiát illeti, a második az alelnök a Berek János személyében, a sportvonalért fog felelni. A harmadik a hierarchiában a mindenkor ügyvezető, aki alapvetően a sportszakmai hátternek biztosítja az anyagi jogi feltételeket, illetve a gazdálkodásért felelős, valamint a nemzeti vagy nemzetközi labdarúgó szervezetekkel viszi a
tartja a kapcsolatokat. Ez a hierarchia része és a kompetencia része. Egyébként ami domináns lesz, az az, hogy megnő a vezetés súlya, ennek megfelelően fórumok lesznek, heti vezetőértekezletek, és olyan fajta riportolás lesz, amelyiknek a lényege az, hogy a korábbiak területén sokkal több dokumentum fog születni, ami nem a bürokrácia jegyében van, hanem éppen azért, hogyha későbbiekben személyváltozás van, akkor maga a klub ezeket a személyváltozásokat épp azért, mert minden dokumentálható módon van a klubnál, ez könnyebben keresztül vihető legyen. Ne személyfüggő legyen a klub holnapja. Milyen minta alapján alakították ezt a rendszert? Igazán, de én az elmúlt 28 évet, 30 évet vállalati átszervezésekkel és válságmenedzseléssel töltöttem. Ennek megfelelően vannak olyan tapasztalataim, amelyekkel azt gondolom, hogy van egy pár olyan funkció a Spartakusznál is, amelyet erősíteni kell, és van néhány olyan funkció, amelyeket pedig érvényesíteni kell. Ilyen lényegében a tervezés, az ellenőrzés rész. Van egy új státusz, a sportigazgató Jénes Sándor tölti be a jövőben ezt a feladatkört, neki mi lesz a feladata? Az ő feladata alapvetően nagyon érdekes módon egyszer egy dokumentálás lesz, mert ezen a szakmai területen eddig nem volt igazából, a másik pedig stratégiaalkotás és utánpótlás, nevelés és fejlesztés. Nem titok, hogy egy hosszú távú koncepciónak az első lépései történtek meg most, mi lehet a végkifejlet? Én azt gondolom, hogy egyfelől célben NB1, másrészt pedig egy olyan áttekintető, transzparensen működő klub, ahol a labdarúgó szakmaitól kezdve a pénzügyi vonalon keresztül egészen a jogig egy teljes vállalat szerint felépítést láthat mindenki. Jó néhány éve dolgozol már nyíregyházi labdarúgásért, mennyiben lesz más a feladatköröd, mint a korábbiakban volt? Hát ez egy teljesen új feladat. Kicsit talán testhez áll is, mert azt tudni kell, hogy én nem csak a futballból élek, vállalkozóként dolgozom, és napra kész itt lenni minden percben nem kell majd, tehát a napi operatív dolgokban nem mindig kell benne legyek, viszont meg kell határozni a célokat, azokat végre kell hajtani, gyakorlatilag számon kérni a stábtól, és hát tervezni a Nyíregyháza futballnak a jövőjét. Nem kis dolog ez, felelősségteljes. Nyilván vannak elképzeléseink, és megpróbálunk a mentén végig menni majd. Melyek azok a sarokpontok, amelyek a legfontosabbak a jövőt tekintve? A legfontosabb dolog az, hogy megnyerjük a bajnokságot, tehát itt nem lehet megalkudni ebbe. Ezt a bajnokságot meg kell nyerni, és jó kell szerepelni a kupába, a magyar kupába. Nyilván, hogy cél az, hogy bajnokság végére, júniusra egy olyan keretet hozzunk össze, amelyik bajnok esélyes az NB2-be. Itt azért már van kis előnyünk, mert nem kell sort cserélni, mint korábban. Alapcsapatunk megvan, de nagyon jól tudjuk, hogy melyek azok a hiányposztok, ahova meghatározó játékosokat kell hozni. Például egyet mondok, irányító. Rég nem volt mennyire egyházan egy jó irányító. Mellette ki kell építenünk egy olyan második generációt, úgy mondom, egy Kosztics utáni generációt, mert ezek a srácok még 2-3 évig elfutballoznak, de akkor a készen kell legyünk. Erre már vannak jelöltjeink, vannak játékosaink, a jelenlegiek közül mondanám a Pölöskeit, a Csorbát, a Rezest, a Vámos Márkot, Jagodicsot, Szokolt, Farkas Márkot vagy a Rubus, tehát ők már ezt a nemzedéket képviselik. Nyilván melléjük kell rakni még a meghatározó játékosokat, akikkel majd akkor tud a csapat jó szerepelni. Nyilván itt cél az, hogy minél több magyar, minél több környékbeli játékos legyen, mert csak abból nem lehet felépíteni, ezzel is tisztában vagyunk. És hát van egy másik feladata, az utánpótlás. Nem véletlenül van itt Nagy Sanyi is a stábban. Át kell neki világítani a Bozsik Akadémiát, meg kell találni azokat a gyerekeket, akik a legtehetségesebbek. Készítenie kell egy elitlistát, ezeket a tehetségeket gondozni kell, nevelni kell, szét kell nézni a ország többi akadémiáján, ne csak tőlünk raboljanak, mi is csaljunk ide futballistákat, ügyes gyerekeket, és hát a határon kívüli magyar lakta településekről is szeretnénk hozni ügyes kis srácokat, feltérképezni az NB-s bajnokságot, ahol esetleg vannak olyan tehetségek, akik kevés szerephez jutnak, úgyhogy ennyi egyenlőre, aztán meglátjuk ezt, hogy sikerül kitölteni majd tartalommal.
a szurkolókat nem nagyon érdekli a háttér, nem is nagyon ismerik őket a pályán látó produktum érdekli leginkább, de eddig 10 forduló elteltével alig ha lehet panasz részükről, tehát gondolom így vannak ezzel a klubvezetői is. Igen, hát meg vagyunk elégedve, tulajdonképpen 10-ből 10-et nyert a csapat, 2 kupa meccsünk volt, azt is hoztuk, gyakorlatilag ennél jobbat nem tervezhettünk volna. Megvannak a veszélyek ebben az osztályban, vele szürkülni az MB3-ba nem akarunk. Ez egy új fajta feladat Mátyus Janinak is, ezeket a srácokat tűzbe tartani. Igazából értékmérő mérkőzéseink nem nagyon vannak, bár most a Vasas sok mindent le tudunk majd mérni a Vasas kupameccsen. Nem könnyű ez sem, de eddig akadály nélkül hozta jön az eredményeket. Kisebb jubileumot ünnepelhettetek az elmúlt hétvégén, hiszen Zsinórban 10. bajnoki meccsét hozta le győzelemmel a csapat. Az első fél idő végén születtek az első gólok, nehezebb volt ez a meccs a Somosas ellen, mint amire számítottál? Nem, milyen meccsre számítottam, hiszen szinte minden hétvégén hasonló jellegű mérkőzést játszunk. Hol több, hol kevesebb sikerre, hol több, hol kevesebb góllal. Hétvégén hál' Istennek 4 nagyon-nagyon szép gólunk született. De ez a múlt, 10-szer nyertünk, ahogy te is mondtad az előbb, de ebből nem tudunk megélni. Nem az első, hiszen minden hétvégén kemény meccsünk van, de egy nagyon-nagyon kemény meccsre számít most hétvégén is. Ugye a Cigánydra fogunk látogatni, ahol rengeteg nyíregyházi kötődésű játékos van, az edzőkkel az élen, aki szintén ugye a városbeli, talán ha jól tudom. De lényeg az, hogy hasonló stílusban fogunk játszani, hasonló eredményességgel, akkor nem lehet gond, és akkor úgyfent 3 ponttal fogunk gazdagodni. Korábban többször szóba került már, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű motiválni a játékosokat, talán ez lesz az a meccs, ami előtt kevesebbet kell erre a dologra fordítanod. Igen, ez hétről hétre ezzel kell foglalkoznom meccsek előtt, néha még szünetben is, ugye, amikor egy kicsit olyan leülő félben lennénk. Ahogy hallottam, rengeteg szurkoló fog elkísérni minket, egy elég kis sporttelepen fogunk játszani, tehát a hangulatra valószínűleg nem lehet majd panasz. Úgy érzem, hogy ez fontos lehet, illetve az lehet fontos, hogy az első perctől kezdve úgy játszunk, hogy rangadót vívunk. Az első perctől kezdve úgy kell föllépnünk, hogy a 3 pont sors az nem lehet kérdéses. Én bízom benne, ez így fog alakulni, és egy jó eredményes játékkal 3 ponttal fogunk hazatérni. Remélhetőleg a sorozatunk nem fog megszakadni, hiszen a legfontosabb talán ilyen szempontból most a hétvégi mérkőzés lesz. Idegenbeli győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársülé. Az amatőr nemzeti bajnokság nyitófordulójában a DVTK második csapatának otthonában 69-50-re nyert Farkasinszky Gyuláné együttese. Az első percben kezdem el a feldobásnál a Dia megszerezte a labdát, és abból sikerült is rögtön pontodunk, tehát végig mi vezettünk. Egy érdekes mérkőzés volt, mert ugye hogy a Diós Győr azért megpróbált egész pályán letámadni, megpróbáltak úgy védekezni, hogy fault határon, na most ebben sok esetben a játékvezetők azért partnerek is voltak, tehát kicsit agresszívabb, keményebb volt, mint akár a felkészülési mérkőzésünknek bármelyike is. Ugye azért csak tudomásul kell venni, hogy ebben a csapatban olyan 5 játékos játszott, akik az A-ban edzenek, tehát napi 2 edzéssel készülnek a bajnokságra. De én úgy gondolom, hogy a lányok, ami tőlük tehet, azt mindent megtettek a győzelem érdekébe. A palánk alatt azért az Orsi nem igazán volt tartható, és a második fél időre a Dia egy olyan egyéni teljesítményen rukkolt elő, úgy egy-egyen játékban, mint a kitudobásokban, amit szintén nem tudott tartani az ellenfél. És ez ugye mindig volt egy-két ember, aki a csapatból fel tudott nőni. Egy tény is való, hogy a zóna védekezésünk az ellenük nem igazán működött, tehát megpróbáltuk azt is, amikor már kicsikét fault problémákkal küzdöttünk, hogy beállunk a 2-3-as és a 3-2-es zónába, és azt kezdünk el védeni. Sajnos nem jött össze, de ott 3 perc alatt kaptunk Zsinórban 8 pontot. Föl is kellett adnunk rögtön ezt a védekezést, és maradtunk tovább is az emberfogásnál. Úgy gondolom, hogy itt első mérkőzésnek azért ez egy jó mérkőzés volt. Természetesen láttuk, hogy mik a hibák, mik a problémák. Azokon megpróbálnak javítani, a következő mérkőzésekkel ez már nem forduljon elő. A felkészülési meccsek nagy gólkülönbségű, kosárkülönbségű győzelme után azt mondta, nem nagyon tudod, hogy a te csapatod jó ennyire, vagy az ellenfelek voltak gyengék, most ennyivel lettél okosabb? Megmondom őszintén, hogy most is azért minden tekintetben volt hiányérzetem. Tehát az látszik, hogy valószínűleg ez a csapat a négybe be kell, be,
meg kell, hogy tudjon érni. Tehát most láttuk az ellenfeleknek a mérkőzésnek a statisztikáját ugye fönt a honlapon, azt végignézve úgy gondolom, hogy akár még ez a Diós Győr is akár a négybe juthat. A mi csapatunknak szerintem itt az első három, inkább azt mondom, hogy már most azt kell mindenféleképpen megcélozni. Ettől függetlenül meg kell várnunk a következő mérkőzéseket, én mindig nem vagyok biztos a dolgomban. Hát ott voltak még olyan periódus a mérkőzésnek, amikor azért úgy éreztem, hogy na itt vannak gondok és problémák. Ha ezeket sikerül kijavítanunk, akkor úgy gondolom, hogy tényleg akár a négy is összejöhet. A vasárnapi hazai bemutatkozáson az a Szeged lesz az ellenfél, amely a legutóbbi szezonban gyakorlatilag elintézte, hogy ne legyenek a csapatnak merészebb, mármint a nyíregyházi csapatnak merészebb álmai. Mennyiben változott a Szeged a nyáron? Ez igaz, tehát ugye a Szeged pontosan az a két alapszakaszbeli győzelmét hozta ellenünk, ami ugye nekünk nagyon nem jött jól. Az tény, hogy a rájátszásban, amikor az ötödik helyen játszottunk, akkor mind a kétszer mi nyertünk. Tehát most megpróbáljuk mindenféleképpen már itt az ellen az alapszakaszon megoldani a kérdés, hogy ne legyenek a későbbiekben gondjaink és problémáink. Természetesen náluk is voltak ugye átalakulások, onnan is volt, aki kiment külföldre tanulni, volt, aki másokból hagyta ott a kosárlabdát, átalakult, tehát a régi magból, ahogy megnéztük mostani játékos listát, őt elmaradtak, hát nekünk attól több maradt, tehát bízunk benne, hogy innentől kezdve azért az előny az mindenféleképpen nálunk lesz, ugye ők is elkezdtek befiatalítani, azokat a játékosokat játszhatják, akik korosztályos válogatottak, ugye jó alkatú, jó szerkezetű az a 3-4 lány, aki most újonnan kezdett el játszani, meglátjuk, bízunk benne, hogy ez a mi rutinos játékosanynak az nem fog gondot és problémát okozni, számomra csak a győzelem elfogadható hazai pályán. Négy forduló után 100%-os teljesítménnyel vezeti az NB1B keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi KC. Varga Zsolt együttese egyedüli hibátlan csapat a mezőnyben. Szerettük volna, hogy így kezdődjön a bajnokság. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évből tanulva hamarabb kezdtük el a munkát is, illetve az élet úgy hozta, hogy pont azokkal, szinte ugyanazokkal a csapatokkal kellett megmérkőznünk. Gondolok itt a Ferencváros elleni rangadóra, ami tavaly ugyanígy csak akkor a Népligetben. Ott kikaptunk egy gólt, most hál' Istennek itt azért ezt a meccset meg tudtuk nyerni. Illetve a Kecskemét következett, ahol tavaly itthon egy gólt kikaptuk, ezt a meccset most sikerült megnyerni. Úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokságban ez mindenképpen négy értékes győzelemmel megyünk neki a következő mérkőzésnek. Szoros meccseken nyertetek, mind a négy alkalommal, lehet azt mondani, ez a csapat mentális erejét, vagy a fizikális erejét, hogy mind a kettőt bizonyítja? Így van, azért azt látni kell, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság. Tavaly ilyenkor meg tudtam volna mondani, hogy ki az, aki az alsó házhoz fog tartozni, meg ki az, aki a felsőhöz. Most inkább a felsőt tudom megmondani. Nagyon, ahogy nem csak a mi meccseink szorosak, a többi csapatok, amilyen meccseket játszanak, az is mindig egy ilyen párgólos, vannak néha ettől magasabb, vagy több eredménnyel megszületett győzelmek, de azért mégis azt mondom, hogy egy nagyon szoros mérkőzések vannak a bajnokságban. Úgyhogy ennek tükrében én azt gondolom, hogy egész végig erre kell számítani, és mi ezt az utat szeretnénk járni, és ahhoz, hogy mi a céljainkat elérjük, azért minden meccset meg kell nyernünk. Az eredménnyel minden bizonnyal elégedett voltál, minden négy meccsen mennyire voltál elégedett a játékkal? Így van, az eredménnyel mindenképpen elégedettek lehetünk. Én azt gondolom, hogy év elején tartunk. Voltak a mérkőzésen hullámvölgyek, akár gondolok itt a Fradi elleni második fél időben, ott sajnos volt egy ilyen 10 perces ülesjáratunk. Viszont volt a meccs, amikor pont akár a Balassa gyarmatot ide sorolnám, vagy a Kecskemétet, amikor pont a végjátékban tudtunk úgy koncentrálni, hogy az a két pontot eredményezte. A hétvégén a Szeged második csapata érkezik a BEM csarnokába. Milyen ellenfélre, milyen meccsre lehet számítani? Nagyon erős kerete van a Szegednek. Annak ellenére, azt mondjuk, hogy U23, illetve a második csapata. Azért azt látni kell, hogy a Fekete Bálint személyében, vagy a Vladán Loncsár nevé személyében, a Hegedűs Márk, és még sorolhatnám, nagyon sok olyan játékos szerepel ebben a csapatban, akik a BL sorozatban is, illetve az NB1-es bajnokságban is többször szerepet kaptak. Úgyhogy én egy nagyon nehéz. Tavaly is mind a kettő meccsünk nagyon nehéz volt a szegedi fiatalok ellen, úgyhogy most is erre számítok, de mindenképpen hazai győzelmet várok.
Jól kezdte a szezont a Kölcsédi Esek kézilabda csapata. Az NB2 északkeleti csoportjában szereplő együttes mindhárom meccsét megnyerte, és 100%-os teljesítménnyel áll a tabella élén. Hadobás István tanítványai legutóbb a Létavértest verték 33-23-ra. Én azt gondolom, hogy nagyjából várakozásnak megfelelően szerepeltünk. Az első mérkőzés az egy rangadó jellegű volt a megerősített Hajdúböszörmény ellen, több NB1-bés játékossal is, viszont eszméletlen jól játszottunk, és a másik két mérkőzésen is magabiztosan nyertünk idegenben is, itthon is, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre számítottam. Minek köszönhető ez a rajta felkészülésnek, vagy annak, hogy azért az elmúlt években változások ellenére is összeérett a csapat, és ezen a szinten már ilyen játékerőt képvisel? Minden így együtt, ahogy mondod. Egyrészt nagyon ügyesek a lányok, és mi nagyon sokat dolgozunk, tehát a sok munkának előbb-utóbb megvan a gyümölcse, és nagyszerű a csapat, morál, edzésen is szeretik a lányok egymást, elfogadják az edzői utasításokat, fogékonyak az újra, és hát őszintén a legörömtelibb dolog, hogy elsősorban taktikai téren múljuk felül az ellenfeleinket, van egy néhány újításunk is, támadásban, védekezésben is sikerült előrelépni, és még mindig van a tarsolyban egy-két olyan dolog, ami kimunkálásra vál, úgyhogy nagyon jó ez az irány, bár tudom, hogy lesznek még nehéz mérkőzések, tehát továbbra is nagyon-nagyon készülnünk kell, ugyanis mindenki egyre jobban fog ránk figyelni. Ettől függetlenül azt mondják, hogy egy jó rajt megalapozhatják akár az egész bajnokságot, vagy legalábbis az első felét, meddig tarthat ki ez a lendület? Én azt szeretném, ha május 25-ig tartana ez a lendület. Biztos vagyok benne, hogy addig is fog tartani, még akkor is, ha lehetnek nehézségeink. Viszont hozzáteszem, hogy Talomba is vannak még titkos fegyvereink, van két olyan játékosunk, aki nagyszerű játékos, elől-hátul meghatározóink lesznek majd, ha felépülnek, az egyikre csak tavasszal számíthatok, Ruska Zsófiára, viszont Pap Andrea remélem, hogy a jövő heti Debrecen elleni rangadó már valamilyen szinten a csapat rendelkezésére áll, úgyhogy taktikai téren is, mint említettem, vannak tovább lépési lehetőségeink, tehát én remélem, hogy a végén ott leszünk a élmezőnyben. Mindenképpen azt gondolom, mondjuk ki őszintén, érmes helyet várok minimum a csapatomtól. Szó esett a Debrecen elleni mérkőzésről, ez lesz az eddigiek közül a legnehezebb? Én azt gondolom, hogy nem. A legelső volt talán a legnehezebb, mivel első is volt, egy nagyon jól átszervezett új csapat ellen játszottunk, egy ismeretlen csapat ellen. A Debrecen ellen nagyon nehéz lesz, mert ők mindig nagyon jók, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a lányok elhiszik-e azt, amit én már tudok, hogy mi nagyon jók vagyunk, és remélem ennek szellemébe fogunk játszani, úgyhogy titkon kettős győzelmet várok, mert emlékezzünk meg a juniorokról is, ők is veretlenek, és mindkét csapatunk 100%-os teljesítménnyel áll a tabella élén, úgyhogy ez ritkaság az NB2-ben. Akkor végezetül a Debrecen elleni mérkőzés helyszíne és időpontja. Most van egy szabad hétvégénk a válogatott szereplése miatt, és két hét múlva majd vasárnap ezúttal a Veselényibe folytatjuk majd a küzdelmeket. 14 óra 30 perckor a Veselényi szakközéptermébe fogadjuk a debreceni rangadóra a hajdúságiakat. Helycsere történt a labdarúgó megyei első osztály tabellájának élén. A korábbi listavezető Nyílgyulaj 3-1-es vereséget szenvedett Nagyecseden, míg az Ibrány 5-1-re verte a Fehérgyarmatot, így a 8. forduló után Gerlicki Máté együttese áll az élen. A 8. fordulót követően a korábbinál is sűrűbb az élmezőny a megyei első osztály tabelláján. Valamennyi helyszínen hazai siker született. 3 mérkőzésen láthattak 6 gólt a nézők, a Sényű 6-0-ra verte a Tiszalököt, az Ibrány 5-1-re győzött a Fehérgyarmat ellen, a Szakoly pedig a Máté Szalkát múlta felül 4-2-re. A Mándok Kemecsemes 4-0-val, a Baktoló Rendház a Gyulaház összecsapás 3-0-val, a Tiszavasvári Tiszakanyár találkozó pedig 2-0-val zárult. A Tuzsér 2-1-re bizonyult jobbnak a Nagy Halásznál, a listavezetőként pályára lépő Nyírgyulaj pedig 3-1-es vereséggel távozott Nagyecsedről. Most már lassan mondhatjuk azt, hogy rangadók az ilyen mérkőzések, tehát az is volt, én úgy gondolom, maga az iramra, a hangulatra, tehát egy parádés hangulatú mérkőzés volt szerencsére hazai győzelemmel. A tabella élén az Ibrány áll 19 ponttal, megelőzve az egyaránt 18 pontos Nyírgyulajt és Tuzsért, valamint a 17 pontos Nagyecsedet. 16 pontja van a Sényűnek, 15 a Mándoknak és 13 a Tiszakanyárnak. 4 csapat, a Baktoló Rendháza, a Tiszavasvári, a Szakoly és a Gyulaháza 10 pontot gyűjtött. A 9 pontos Fehérgyarmatot két 6 pontos csapat, a Máté Szalk és a Kemecse követi, majd a 2 pontos Nagyhalász mögött, amíg pont nélküli Tiszalök zárja a sort. A 9. forduló párosítása következő, Tiszalök
Szakoly, Máté Szalka, Tuzsér, Nyír Gyulaj, Tiszavasvári, Kemecse, Baktolórendháza, Nagyhalász, Nagyecser, Gyulaháza, Ibrány, Fehérgyarmat, Sényű és Tiszakanyár Mándok. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.